Amikor 1935-ben felvettek a Zeneakadémiára, és beléphettem ide, nem sok idővel rá világossá vált az én számomra, hogy az érdeklődésemet elsősorban a kamarazene fogja rabul ejteni. Ennek az volt az oka, hogy bár akkor az egész Zeneakadémia nagyszerű tanárokban bővelkedett, hát olyan mesterek tanítottak, mint Hubay Jenő, Hegedűt, Dohnányi Ernő, zongorát, Schiffer Adolf, csellót, míg ott is kiemelkedett a kamarazene tanszék, Weiner Leo és Waldbauer Imre a maguk hihetetlen szellemi színvonalával, érdekességével. Vonzotta is a növendékeket, óriási munka folyt kamarazenei területen, és ennek a következménye az lett, hogy egy rendkívül híres és megbecsült kamarazenei tradíció, iskola alakult ki Magyarországon, amit az egész világon védjegynek tekintettek. Bár ez furcsának hangzik, ugyanakkor, amikor, tehát ennek a magyar kamarazenélésnek ilyen nemzetközi sikere volt, és külföldön óriási közönsége is volt, Magyarországon abban az időben sem volt ez a legnépszerűbb műfajok egyike. Hogy miért van ez, hogy a magyar közönséget miért taszítja, vagy legalábbis miért nem vonza a kamarazenélés, azt nem tudnám megmondani. Hiszen tulajdonképpen ez semmi mást nem jelent, mint azt, hogy egy, vagy két, vagy három, vagy négy hangszer különböző összeállításban játszik olyan föltételek mellett, hogy a vezető szerep váltakozik közöttük. Más területeken tulajdonképpen szereti is a közönség, hiszen ha jól megnézzük, akkor a könnyű zenében az összes népszerű együttesek, akár az én fiatalságomban a népi zenekar, akár mostanában a beat zenekar, nem csinál mást, mint amit mi kamarazenélésnek nevezünk. Nem beszélek arról, hogy egyéb területeken, például a sportban, mennyivel népszerűbb az, amikor valaki nem egyedül, magányosan, csak önmagára utalva versenyez, mint teszem azt egy súlyemelő, hanem még a csodálatos erőkifejtés, a nagyszerű atlétizmus közben állandóan résen kell lennie, kapcsolatban kell lenni a társaival, mint például a futballban, ami nekem is mindig imponál, hiszen ez tulajdonképpen egy szellemi jelenlétet, egy állandó feszültséget jelent. Bele kell nyugodni, hogy a komoly zenében ugyanez a dolog kicsit kevésbé vonzza a közönséget, mint a szólójáték, vagy pedig a zenekar. Azonban a zenészek képzésének egyik legfontosabb területe ez. Több okból. Egyrészt azért, mert hiszen az, amit a nagymesterek kamarazenei szólamokba írtak, az nem, hogy nem könnyebb, hanem tulajdonképpen technikailag rendszerint még nehezebb, mint az úgynevezett szólózene, de mindig úgy kell előadni, hogy közben ez a bizonyos kapcsolat a másikkal, ez az állandó váltakozása a vezető szerepnek, ez is megmaradjon. Tehát egy óriási technikai fölkészültséget és egyben egy állandó szellemi feszültséget követelő műfaj. A másik dolog még érdekesebb, itt kell megtanulni a növendéknek azt, hogy egyéniség maradjon akkor is, amikor más egyéniségek csinálnak konkurenciát a számára. Bizony könnyebb az úgy lenni egyéniségnek, úgy lenni szuggesztívnek, ha az ember mellett nincsen partner, nincs konkurens. Nehezebb dolog az, amikor egy vagyok a sok közül, és mégis magamnak kell maradni, állandóan szuggesztívnek kell maradnom, akkor is, hogyha a zeneszerző kívánsága következtében egy pillanatra háttérbe kell vonulnom kísérletbe. Ezért például egy olyan műnek, mint a Beethoven késői G-dur szonátájának a lassú tétele, ez a növendék számára nem csak technikailag szép hangzás, meg hasonló zenei belügyek következtében óriási feladat és nagy tanulság, hanem a feszültség megteremtése a közönséggel való kapcsolat biztosítása szempontjából is.
De a Beethovennek ez a speciális módszere, hogy a dallam folyamatát valahol megszakítja, beszéltünk erről már, és éppen azáltal, hogy ilyen szakadozottá válik, azáltal válik aztán olyan drámaivá. Most itt következik majd ez a megakadás. Ezt a háromféle hangulatot, ezt a folyamatos dalolást, ezt a drámai megakadást, amiben valami sötét van, ezt, és aztán ezt a könnyű bókot, amiben lezárja, és itt tovább, ezt jobban külön kell választani egymástól. Próbáljátok csak megcsinálni. Megvan ennek a maga technikája, ugye beszéltünk erről, Misi, az a hirtelen elhalkulás és újraindítás, nem is olyan könnyű fogó. Csináljátok csak. Talán innen, ahol még folyamatos. Csináljuk csak még egyszer ezt a második indulást. Nem szabad sejteni a közönségnek, hogy megakadás lesz. Tudod, az olyan lenne, mintha elárulnánk egy detektív regénybe, hogy ki a gyilkos. Ennek kell a meglepetésnek lenni éppen az egészből. Csináld innen. A másik dolog, amit Misi, neked akartam mondani, gyönyörű hangon játszod ezt a visszatérést, a dallamnak ezt a visszatérést. Sajnos ez zenében, hogy szép meg gyönyörű, ez nagyon keveset jelent, tudod? Ezt a szót, hogy szép, ez tulajdonképpen egy művésznek, amikor a pályája csúcsai felé halad, akkor el kell felejtenie, mert borzasztó bajokat okoz. Tulajdonképpen nem jelent más, mint hogy a célnak, a kifejezésnek megfelelő hangot találtuk el. Ezért azt javaslom neked, hogy amikor itt ez a visszatérés jön, ami előtt azért egy nagy drámai vihar volt, egy sűrűvé váló érzelmi világ előzte meg, és itten láthatóan a Beethoven azt akarta, hogy ugyanabba az áhítatos egyszerűségbe érjünk vissza, amiben a tétel kezdődött. Próbáld meg a G-húrnak ezt a suttogós színét megtalálni, egy kicsit a húr fölött játszva, nem belenyomva a vonót, ami inkább egy másik nagy zeneszerzőhöz illene. De Beethovennek is bizonyos darabjaihoz, ehhez a darabhoz azonban nem. Keresd csak meg ezt a hangot, mondjuk elindulva innen ettől a recitatívból. Thank you.
ezt annál jobban találod meg ezt a hangot, minél melegebb és drámaibb előtte ez a bevezetés. Ott erezd szabadjára ezt a dalolást, és akkor visszatalálszunk. A harmadik dolog egészen apró dolog, de tulajdonképpen a kamarazenélésnek az egyik lényege. Még kamarazenében nagyon ritkán írnak a szerzők olyan fajta kíséretet, amelyiknek nincsen kapcsolata a dallamvilága. Most nézd, egész idő alatt, amíg a hegedű ezt játszol, hogy ebből a dallamból egy pici darabka marad meg nálad a zongorában, folyton énekelve, egy percig se veszítve el az egyéniségét, de háttérbe vonulva. Ez tulajdonképpen egyik a legnehezebb dolgoknak egy ilyesmit megcsinálni, hasonlít a probléma ahhoz, amit színházban színészeknek kell csinálni, akkor, amikor egyértelműen előtérbe kerül az egyik, mondjuk egy monológot mond el a színpad elején. És ott van egy másik színész, kétféleképpen buktathatja meg a partnerét, vagy úgy, hogy elkezd ágálni előtte, és elvonja a figyelmet, vagy úgy, hogy éppen kiesik a szerepéből, hidegé válik. A hideg ember, a nem szerepét játszó ember magára vonja a közönségnek a figyelmét. Tudod? Úgyhogy azt kell eltalálni, hogy milyen szerénységgel és milyen intenzív kifejezéssel lehet ezt a maradék dallamdarabkát. Állandóan a felszín alatt tartani, és ezen segíteni az ő kifejezését. Próbáljuk csak ezt megcsinálni. Indulj el az a dallam. Eljátszátok most még egyszer egészben a darabot, jó?
fiatal zenésznek óriási klasszikus repertoárt kell kézbe tartania. Ez a tanulmányainak az alapja. De közben folyton vigyáznia kell neki is, nekünk is, akik tanítjuk, hogy korszerű ember maradjon. Mégis ezek a idestova 100 évvel ezelőtt keletkezett művek egy más érzésvilágból, egy másféle gondolatvilágból, hangulatvilágból indulnak ki. Katasztrofális lenne az, hogyha fiatal zenész a 20. századdal nem találkozna tanulmányai során. Szerencsére van nekünk anyagunk, amit játszhatnak a fiatalok. Elsősorban van Bartókunk. Magyar Zeneakadémia vagyunk, Bartókon kell elsősorban megismernünk a 20. századot, és ezt a mi növendékeink rendkívüli örömmel teszik. Mindig boldogság számomra, hogy szemben azzal, ami az én koromban még általános volt, hogy egy bizonyos fanyalgás volt a fiatal zenészek körében az új zenével szemben, ma szinte anyanyelvként beszéli minden fiatal zenész, és talán éppen a legtehetségesebbek beszélik a legjobban ennek az új 20. századi zenének a nyelvét. Elsősorban Bartókét, de igyekszünk a 20. század többi nagy zeneszerzőjét is, nem magyar zeneszerzőjét, állandóan műsoron tartani ilyen vagy olyan formában. Ez a mű, amit itten a Zeneakadémia 3 kiváló növendéke el fog játszani, ez egy külön szerencsének köszönheti a létezését. Egy világhírű jazzzenész, Benny Goodman, aki Szigeti Józsefnek jó barátja volt, ennek támadt az az ötlete, hogy a sok jazzzene után szeretne valami modern klasszikust is játszani, 20. századit, és megrendelte Bartóktól ezt a zenét, ami azóta hát a világkoncerttermjeinek az egyik sláger számává vált, hogy úgy mondja. Jó ez már is, de lehet még jobb. Ez egy ilyen forgatag zene, nagyon népszerű részlet, ez majdnem minden modern zeneszerző művében előfordul. Nem is csoda, mert a modern élet olyan forgatagokat produkál, hogy nem csoda az, hogy a zeneszerzőknek is kedvük támadt ilyeneket megfesteni zenében. Gondolj például egy csúcsforgalomra, mi történik ott? Óriási kavarodás van, rengeteg ember, közben azonban mindegyik egyéniség marad. Na most, ezt kéne elérnünk zenében is, még tetézve azzal a problémával, hogy ugye amikor megfestjük ezt, akkor rengeteg mindenfélét játszik minden hangszer. A fölfogáshoz azonban a közönségnek csak két füle marad, de ezzel a két füllel is mindig csak egy dologra tud figyelni. Az apercepció a zenészt kényszeríti arra, hogy mindig kiemelje a közönség számára azt, ami a legfontosabb. Ez Bartók úgy oldotta meg ezt az apercepciós problémát, hogy mindenkinek más helyen van a hangsúlya, tehát a játszani valójának a tetőpontja. Mutasd csak, Miki, egyszer a te szólamodat. Ugye neked itt van az akcentusod mindig. Mutasd csak így. Úgy, ez az. Igen, Kálmán, neked fordítva van, ugye neked? Tehát ide, de dám. Úgy, játsz csak. Többet. A Zoli ugye, mint a könnyű zenének a szokott ritmus zongora csoportja, ezt egy ilyen hangsúlyokkal megtűzdelt állandó ritmussal tartja egyben, lehetőleg ne túl hangosan. Jó? Na. Akkor most hárman játszátok? Most hárman játszátok, igen. Nagy figyelmet a hangsúlyokra. Direkt onnan, igen.
kamarazene tanításban ez a tanár-növendék viszony tulajdonképpen nagyon rövid ideig, 2-3 évig tart. Már azokkal a növendékekkel, akik még akadémisták ugyan, de látszik rajtuk, hogy valódi művészei lesznek a kamarazenélésnek, az utolsó években kialakul egy olyasfajta barátság, munkatársi viszony, mint amilyen a színészek és a rendezők között szokásos. És furcsa módon, talán azért, mert ez olyan nehéz műfaj ez a kamarazene, és mert az előadó művésze a kamarazenének mindig szükségét érzi azt, hogy valaki kívülről hallgassa, segítse, ez a rendező-színész viszony rendkívül hosszú ideig megmarad. Ebből aztán az én számomra egy rendkívül boldog állapot, egy rendkívül boldog élet következik. Körül vagyok véve barátokkal, akiket alig-alig vesztek el valamikor is, tulajdonképpen megmaradnak egész pályájuk folyamán munkatársaimként, barátaimként. Egyik nap világkörüli útjáról, a világ hírnév csúcsairól érkezik vissza a Bartók Vonós négyes, és izgatottan kér, hogy segítsek nekik eddig is óriási repertoárjukat még jobban kibővíteni. Egy másik nap a Kodály Vonós négyes, ez az induló fiatal együttes jelentkezik segítségért, tanácsért. Ugyanígy alakult meg a Budapesti Kamara Együttes barátaimból, volt növendékeimből, a híres művészekből, hadd említsek csak egy pár nevet, Tariáni Ferenc, Kovács Béla, Lajos Attila, ismert nevek ezek, Mező László, Szűcs Lóránt, Kóté László, sorolhatnám tovább. Mi arra szövetkeztünk tulajdonképpen, hogy a 20. század zenéjét játsszuk majd, mégpedig azokat a kamarazenei együtteseket, amelyek egy kicsit nagyobbak a szokottnál, ahol már tulajdonképpen egy karmester féle is elfér, ez vagyok én. Nem igazi dirigálás, ez segítés, beállítás, kicsit a rendezéshez hasonlít megint. De néha játszunk ilyenfajta klasszikusokat is. Most éppen Beethoven szeptetjét próbáljuk. Már, de nem az igazi. Hiányzik belőle egy kis könnyű zenei íz. Úgy kell ezt eljátszanunk, tudod, mint ahogy Beethoven idejében hangzott, akkor ez könnyű zenének számított. Ezt úgy tudod megoldani, hogy egy picit több szabadságot ritmusban, picit több mozgalmasságot hangerőben, majd eléneklem neked. Nézzük meg először azt az ágyat, amiben ez a dallam be van ágyazva, nézed csak? Ugye Grincingbe is elmenne egy jó kis kocsmában. Gyere csak most már így, várj csak, míg ne játsz. Gyere csak. Játsszuk elejétől végig. Thank you.
Thank you.